A segélyszállítmányok a kolumbiai határon, a nemzetközi diplomácia a szomszédos Uruguayban próbál megoldást találni az egyre súlyosabb venezuelai válságra. A 60 tonnányi élelmiszert és gyógyszert az államfő Nicolás Maduro továbbra sem engedi be az országba, miközben az ideiglenes elnökként működő házelnök Juan Guaidó parancs megtagadásra buzdítja a határőrséget. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Federica Mogherini azt magyarázta a montevideói konferencián, hogy mielőbb helyre kell állnia a demokratikus intézményrendszernek Venezuelában. A jogállamiságnak, a hatalmi ágak szétválasztásának, a nemzeti intézmények alkotmányos jogkörének, különösképpen a nemzetgyűlés mandátumának tiszteletben tartása mellett. A tanácskozás résztvevői továbbra is elkötelezettek a segítségnyújtásban, az ENSZ külön megbizottjának közreműködésével. Az Európai Unió és a térségbeli államok közvetítő szerepet is vállalnak Venezuelában, ahol Nicolás Maduro baloldali diktatúrájával nyíltan szembefordult az ellenzék uralta törvényhozás január végén.